Eredmény: csökkent a mozgáskorlátozott igazolványokkal elkövetett visszaélések száma a harmadik kerületben. Az emberek jó hiszeműségét használják ki, unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. Okosan a pénzzel, új honlap segíti a pénzügyi tájékozottság növelését. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! A rendszeres ellenőrzéseknek is köszönhető, hogy sikerült visszaszorítani a mozgáskorlátozott igazolványokkal elkövetett visszaéléseket a harmadik kerületben. Próbálkozások azonban még mindig vannak. Aki hamis igazolványt használ, vagy nem a saját kártyáját teszi a szélvédő mögé, komoly büntetésre számíthat. Mozgáskorlátozott számára kiállított parkolási igazolvány az egyik Óbudán parkoló autó szélvédőjén. Aki ilyet használ, annak nem kell fizetnie a parkolásért. Az igazolvány azonban csak orvosi szakvélemény alapján adható ki, és a kártyát elviekben csak és kizárólag a kártya tulajdonosa, vagy a mozgáskorlátozott szemét szállító személy használhatná. A gyakorlat azonban mást mutat. Sokan próbálnak meg trükközni az igazolvánnyal. Egyrészt van egy súlyosabb jellegű visszaélés, amikor más nevére szóló mozgáskorlátozott igazolványt használnak fel a parkolásra, arra nem jogosult személy, vagy ma önmagában ez a mozgáskorlátozott várakozási engedély hamis, vagy hamisított, ez az egyik kategória. A másik kategória pedig úgy, hogy jogosulatlanul vesznek igénybe mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, tehát vagy egyáltalán nincs is engedélye rá, és úgy használja ezeket a parkolóhelyeket. Óbudán az elmúlt években csökkent a rokkant kártyával visszaélő esetek száma, mondja Rácz Ferenc, a harmadik kerületi közterület felügyelet vezetője. Ez részben a rendszeres ellenőrzéseknek, részben a szigorú büntetésnek is köszönhető. A csúcs mondta, egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt volt, amikor mind bűncselekményi szinten, mind pedig a KRESZ szabályba ütköző szabálysértés jellemző volt és meghatározó, de még így is találkozunk havi szinten azért egy-egy mind visszaélése, tehát meghamisítják az okmányt, illetve a KRESZ szabályokba való ütközéssel is. Hát hetente az egy-két-három alkalommal szembesülünk és találkozunk, és kell intézkednünk ilyen esetekben. A mozgáskorlátozott számára kiállított parkolási igazolvány jogosulatlan használata közokirathamisításnak minősül, amiért akár 3 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. A pénzügyi tájékozottság növelését szeretné elérni a pénzügyminisztérium egy most elindított weboldallal. Az okosanapénzzel.hu-n többek között háztartási költségvetés kalkulátor és számos ismeretterjesztő kiadvány is megtalálható, de akár a bankszámla vagy a hitelválasztáshoz is bárki hasznos információkat kaphat. Kiadások, bevételeket sokféleképpen lehet benne elhelyezni, áttekinthető képet adhat, kell grafikont, rajzod, ami a dolog lényege, hogy egyszer kitöltöttük, akkor ezt követően le is menthető mindenkinek a saját gépére, telefonjára. A kockás füzet helyett mostantól akár ezen a webes felületen is bárki elkészítheti a családi költségvetést. A pénzügyminisztérium által elindított okosanapénzzel.hu oldalon elérhető az a kalkulátor, amelynek segítségével néhány perc alatt kiszámolható, mennyi marad hó végén a családi kasszában. Az új tájékoztató és szolgáltató oldal emellett rengeteg pénzügyi felvilágosító tartalmat és szolgáltatást ajánl, például lakásvásárláshoz vagy a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan. De azok is tanácsokat kaphatnak, akik már a nyugdíjas éveikre készülnek. Az egyszerű hírektől kezdődően a konkrét biztosítási formulákig, vagy éppen banki vagy befektetési termékekig mindenre vonatkozóan található valamilyen információ a honlapon, és nagyon fontos az, hogy a magyarországi sok-sok honlapon kicsit szétszórtan eddig föllelhető információk most egy helyről, erről a platformról, az okosanapénzzel.hu honlapról elérhetővé vált. Ezek mind hiteles, valós információk, szakszerű információk, egyszerűek és közérthetőek, tehát nagyon könnyen és egyszerűen a lényege, a fő elemei egy-egy terméknek, egy-egy szolgáltatásnak, adott esetben a kockázatai is megérthetőek. A kormány 2 éve hagyta jóvá a pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó stratégiát, az új honlapot ehhez kapcsolódóan hozták létre. A cél az, hogy az emberek ismerjék a pénzügyi rendszer esetleges csapdáit, és éljenek a pénzügyi rendszer nyújtotta lehetőségekkel. A stratégiában az elsődleges
célközönség, ha tetszik, azok a fiatal diákok az iskola rendszerbe, mert sok minden máshoz hasonlóan minél előbb találkoznak az alapvető pénzügyi fogalmakkal, a kiadások és a bevételek egyensúlyának például a fontosságával, az, hogy mire vigyázzanak a pénzügyi termékeknél, szolgáltatásoknál, annál valószínűbb, hogy felnőttként már ezeket a kérdéseket nem kell újra föltenniük. A pénzügyminisztérium arra számít, hogy a most elindított honlap tovább növeli majd a lakosság pénzügyi tájékozottságát. Szombaton nyitja meg a kapuit a vásárlók előtt a Békás-megyeri piac új csarnoka. 9 órától koncertekkel, népzenei előadásokkal és különböző kézműves foglalkozásokkal találkozhatnak az érdeklődők. A vásárlók számára már előző nap 14 órától 19 óráig nyitva lesz a piac, szombaton pedig reggel 6 órától várják a vásárlókat. A fejlesztés első ütemében egy új csarnok épült fel, üzlethelyiségekkel és mély garázssal. A második lépcsőben pedig a régi piac helyén új őstermelői piacot és közösségi teret alakítanak ki. Szeptembertől kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás. A vakcinát 13 és 16 hónapos kor között kapják meg a gyerekek. A teljes védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség. A bárányhimlő a bejelentett fertőző megbetegedések felét adja. Éjszakai repülési tilalom lép életbe augusztustól Budapest felett. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Tarlós István főpolgármester bejelentette, éjfél és hajnali 5 óra között a mélyalvási időszakban tervezetten nem szállhatnak majd fel és le repülőgépek a Liszt-Ferenc repülőtéren. Unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A csalók módszereire nem csak bűnmegelőzési előadásokon hívják fel a figyelmet, de nemrég egy kampányfilmet is készítettek. A hegyvidéken még mindig sokszor próbálkoznak a csalók, de egyre kevesebb esetben járnak sikerrel. Alig 3 hónap alatt közel 11 millió forintot csalt ki idős emberektől az a férfi, akit a BRFK munkatársai tartóztattak le. A 23 éves elkövető többek között egy 3. kerületi idős asszonyt is becsapott. A fiának kiadva magát felhívta a nőt telefonon, azt mondta, pénzre van szüksége, mert balesetet szenvedett és meg kell térítenie a kárt. Hasonló módszerrel még további 3 csalást követett el. A férfit őrizetbe vették, társát továbbra is keresik. Bár egyre több csalót fognak el a rendőrök, az úgynevezett unokázós módszerrel még mindig gyakran próbálkoznak. Jellemző még mindig, tehát a próbálkozások azok folyamatosan vannak, szinte heti jelleggel. A 12. kerületben is rendszeresen felbukkannak az unokázós csalók, de egyre kevesebb esetben járnak sikerrel. A kerület rendőrkapitánya azt mondta, az elkövetők módszerei szinte alig változtak. Az unoka balesetet okozott, és hát őnekik ártalanítani kell a másik felet, mert különben nagy bajba kerül, rendőrségi eljárás alá kerül. Előfordult olyan eset is, amikor azzal hívták föl a sértettünket, hogy már egy rendőr telefonál nekik, ezzel is hihetőbbé téve a történetet, hogy a rendőr segít ennek az eljárásnak a rendezésében. Hát itt el kell mondjam, hogy a rendőrség ilyen eljárásban nem vesz részt. Tehát a rendőrség kártalanításban, telefonon, ilyen ügyintézésben nem vesz részt, és egyéb hatóság sem a mentőszolgálat, sem egy önkormányzati szervnek a munkatársa. A csalók az esetek többségében az esti éjszakai órákban telefonálnak, így hívásuk még nagyobb pánikot kelthet. A szakember szerint ilyen esetben mindenképpen érdemes visszaellenőrizni a hívást. Legelső az, hogy ellenőrizze vissza, hogy tényleg az unokájáról van szó. Hogyha erre nincsen lehetősége, akkor soron kívül értesítse a rendőrséget. Ezzel bajt senkinek nem okoz. Maximum azt tudjuk megállapítani, hogy nem történt bűncselekmény, hogyha valóban tényleg az unokája próbál segítséget kérni, vagy a rokonak próbál segítséget kérni. Tehát ezzel semmiféle szabályszegés bűncselekmény nem valósul meg. A rendőrség nemrég egy kampányfilmet is készített, amelyben egy tipikus szituációt mutatnak be. Halló? Szia Nagyi, Bálint vagyok, az unokád, nagy baj történt. A kisfilmmel is azt szeretnék elérni, hogy az idősek ne váljanak a bűnözők áldozatává. Kondor Béla, Sár Erzsébet és Ország Lilia alkotásaiból látható kiállítása a Hegyvidék galériában. A tárlat anyagát a debreceni Antallusztik gyűjteményből válogatva állították össze. A kortárs képzőművészet egyik legnagyobb honi értője és pártolója volt Németh Lajos művészettörténész, aki már majd 3 évtizede meghalt, noha csak idén lenne 90 éves.
A debreceni Antal Lustig gyűjteményből válogatott Kondor Béla, Sár Erzsébet, Országvili műveket is ennek apropójából láthatja a közönség a Hegyvidék galériában. Hogy miért éppen a három a 60-as, 70-es évek meghatározó művész alakjainak munkáit választottuk ki az egyik legnagyobb magyar magánkollekcióból, az Antal Lustig gyűjteményből, annak az az oka, hogy egy nemrégen megjelent interjúkötetben őket említi Németh Lajos név szerint, mint akiknek halálával számára egy korszak zárult le. A múlt század 60-as, 70-es éveiben nem volt egyszerű külföldre utazni. Kondor Béla tudta, hogy kevés az ideje és sok a dolga, és ő nem is akart nagyon utazgatni. Országlili viszont, amikor csak tehetre útra kelt, sok országban járt, kortársaihoz képest, 1975-ben még Indiába is eljutott. Sár Erzsébet sem gyakran hagyta el műtermét, de mindhárman kíváncsiak voltak, mi történik a világban a művészetben. A Tudományos Akadémia művészettörténeti kutatócsoportját vezető és az ELTE művészettörténeti tanszékét is irányító Németh Lajos viszont sok élményt gyűjtött be a nagyvilágból, és többségüket meg is osztotta művészbarátaival. Amikor a 70-es években a három művész egymás után meghalt, a professzor úgy érezte, nincs kivel megosztania élményeit. 43 éves volt, amikor 1972-ben, 41 évesen Kondor meghalt. 3 év múlva pedig Sár Erzsébet ment el 67 éves korában, majd ismét eltelt 3 esztendő, és Németh Lajos elveszítette Országlilit is, aki akkor volt 52 éves. Az Antal Lustig gyűjteményben mindhárom alkotó gazdag anyaggal képviselteti magát, mert művészetük kiemelkedő helyet foglal el a műgyűjtő világában is. A kiállítás anyagát adó 3 művész közül Országlilit személyes kapcsolat is fűzte a műgyűjtő Antal Péterhez, és amikor a művésznő meghalt, egy időre a gyűjtemény gyarapítása is megállt. Országlili egyszer beszélt a falairól. A falak mögött annyi minden titok húzódik meg, a falak félelmetesek. Egy-egy fal előtt mindig arra kellett gondolnom, hogy mi vár rám ott túl. Ezt akartam kifejezni. A szorongásaimat tehát, mert a falak bennem voltak, mélyen érintettek. Megtaláltam bennük mindazt, amire szükségem volt önmagam kifejezéséhez. A falakat és a többi alkotást május 18-áig láthatják a Hegyvidék galériában. A Minerva Bagja című kiállítás kísérő rendezvényére május 7-én kedden 18 órakor kerül sor. A művészetkedvelőknek ekkor Nagy T. Katalin művészettörténész tart zenés tárlatvezetést. A vendég Antal Péter műgyűjtő lesz. A Földnapja alkalmából egész napos programsorozatot szerveznek vasárnap az Anna réten. Interaktív előadásokkal, növényismereti sétákkal és ökojátékokkal találkozhatnak a kilátogatók. Ezen kívül a városi méhészetről és a tudatos vásárlásról is szó lesz a rendezvényen. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu weboldalon is visszanézhetik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!